Hát jó estét megint! A hashtag Bocskor lelkes közönséggel és lelkes vendégekkel. Van egy-két figura, aki rég járt nálunk, mindjárt mondom a névsort. Itt van velünk Farkasházi Réka, Görög Zita, Kovács Kokó István és Sóbert Norbi. Ketten egyébként téli álmukból tértek vissza, vagy aralásukból, vagy... De ugye múltkor arról beszéltünk, hogy karácsony te úgy töltött, hogy nincs nagy ajándékozás, hanem elutaztok. Igen. Egész, az egész család. És ez jól telt. Tökéletes volt. Mindenki ahogy lesült. Norbi. Mi? Mi is ugyanezt csináltuk. Ugyanezt csináltátok. Te most érkeztél haza. Tegnap. Tegnap. Aha. Este. Aha. Jó. Egyébként te nem tudod, hogy Kokóval mi rokonok vagyunk, de... Ezt én sem tudom. De ezt teleplezted le múltkor a nagyanyámmal kapcsolatban. Na igen. Azért utaranéztem, és nem. És mégsem? Na mégsem vagyunk rokonok, tehát hogy ott az én családomban bekavart egy Kovács, akit Kokó ismeri vélt. Jóska bácsi. Nem szeretném ezt a sztorit újra elmondani, csak arról jutott eszembe... arról jutott eszembe, hogy én teljesen meglepődtem, hogy a te vezetékneved nem Sóbert? Hát valójában? Az igazániból. Hát most már az, de hogy valami nagyon furcsa trükkel lettél Sóbert, és majdnem... Röviden mondom három mondatban. Jó. Tehát Horváth Ferenc Norbertként születtem. Mert anyám Horváth Judit volt, aztán hozzáment Horváth Zoltán nevű volt páncélos hadosztály vezetőhöz, és így Horváth maradtam. Horvátból lettem Horvát, úgyhogy nem volt változás. Nehogy nem, ugyanúgy be kell venni a polgármesteri hivatalba, és Ben voltunk. Na aztán... Horvátról Horvátra. Az volt sajnos, hogy anyám az elvált a férjétől, így mindig Horvát maradtam, de hát akkor szocializmus volt, sőt kommunizmus volt, és egy tanácsi lakásban laktunk, amit nem lehet megörökölni. És a tanácsi lakás az a mostoha nagyapámnak a nevén volt. Tehát nem vérszerinti nagyapát, hanem mostohan? Mostoha nagyapám volt, a nagyapámnak a második férje. Egy belgyógyász főorvos volt, dr. Sóbert Zoltánnak hívták egyébként, és ő volt az, aki engem fölnevelt, térdén mondta a meséket, és amikor érte, meg fog halni, akkor lakást ránk akarta hagyni, nekünk utcára. Mert akkor volt egy jog, hogy rossz hiszemű jogcím nélkülként utcára kerülsz a szocializmusban. Aztán. És ekkor anyám bent fel a tanácshoz, és hozzáment a nevelőapjához. Igazából papíron. Nem volt köztük semmi. Tehát ez egy névházasságot kötött. Névházasság a te mostoha nagyapáddal hát a nevelőapád. Akkor már 85 éves volt a Sóbert. Anyám meg volt 30 valamennyi, szóval volt egy kis korkülönbség közöttük. Sokkal több, mint Endi Vajna és a Palácsik Rimi között. Szóval, jó, hát akkor lehetett is volna bármi. Így van, de nem volt semmi, hál' Istennek. De viszont, és úgy kellett változtatnom, mert ugye másodikba mentem, általános másodikba, és mentem a nagyapám nevén, mint Sóbert Norbert. Nem akartak ennek kitenni, és úgy ásulba átmentem egy másik iskolába. Na, de várjál, tehát anyukád névházasságot kötött a Sóberttel, azért, és ezért gyorsan téged is bevitt a hivatalba, hogy kereszteljenek át. Hát pontosan, hát így tudtam ott maradni a lakásban. És akkor itt tudtatok a tanácsi lakásban maradni. Így van, és wow. Így lett egy saját lakásunk végre. És ez már elébült, mert ez nem most az... Szépen felfedted az induló tőkét. A lakásot eladtuk jó áron, anyám. Igen, azt meg lehetett aztán venni a tanácstól, és az volt mindenkinek az első, az induló tőkéje, ahogy mondott Kokó. A lakás amúgy én vettem meg, anyámnak az első kerestemből. Tehát én visszaadtam ezt a névházasságot anyámnak, és így vettem én Sóbert Norbert. Egyébként a Sóbert névhez, tehát véleg semmi közöm nincsen. Tehát wow. Semmi. De micsoda történt? Képzeljétek, ez egy hosszabb sztori, mert ez három mondat volt. Na, várjál! Én most ezt röviden mondtam meg. Vaj, hosszabb részen, az egy különben. Van még a családban ilyen ide-oda a házasság, vagy ezzel le is zárult a... Ennyi volt. Sóbert Horváth. Ennyi volt. Ennyi óriási. Volt a sztori. De amúgy figyelj,
mint Horváth Norbert, aerobik edző, vagy Sobert Norbi, sokkal jobb a Sobert Norbi. A brandnémnek jobb a Sobert, igen. Így van. De kimondani könnyebb lett volna Horváth. Igen, igen, igen. És ez érdekes sztori volt. Nagyon jó. Hosszabb, nem mondom el. Hát ez Koko, misztorik nem ilyen kemény. Nem, a Józsi bácsi pikpa között. Bocsánat. Semmi. De azért Kovács ingatlan sem. Semmi az egy világon. Szóval egy Kovács Péber is egész jól be lehet futni. Persze, hogy nem. Nem kell ahhoz. Na, itt most találkozunk először az új évben. Újévi üzenetek. Ez jutott eszembe, találtunk egy párat, és hát ugye régen mi is szokott lenni, maximum küldünk egy képeslapot, boldog új évet, aztán jöttek az SMS-ek, de most itt a közösségi oldalak világában mindenki mindenféle újévi gondolatot fogalmaz meg, hármat is találtunk. Az első a Norbié egyébként, te ugye a kos szülöttjeként a kosokról, a kosoknak és a nem kosoknak üzentél. Ezt felolvasnám, nem, három különböző műfajú lesz. Nem mondat. Nem. Megpörgetem. Megpörgetem. 2024 a te éved lesz, Kos. Köszönöm, mert Kos vagyok, tehát én nagyon veled vagyok. Lehet, hogy Ákos. Oké, Koko. Ebben a csillagjegyben születtem. A tüzes energiát teljes erőbedobással van jelen, bátran kövesd az álmaidat, és merj kockáztatni. Elszántságot figyelemre méltó, személyes és szakmai eredményekhez fog vezetni. Maradj fókuszált, és az erőfeszítésed kifizetődik. Minden követőmnek, ismerősömnek, barátomnak és ellenségemnek hasonló évet kívánok, legyen egészség, béke, szeretet, bőség. És tehát nekünk tök jó évünk lesz. Bízom benne. Ez nem egy horoszkópból szedtem? De onnan szedtem. Nem. A Viber dobott. Na jó, jó. Egy horoszkóp. És fogtam, bekupisztam, és kiraktam. Jó, mi leszünk itt a győztesek ebben az évben, ezt levettem. És mi pedig a vesztesek, aki nem kos, az... Igen, te megnézted, hogy nem csinálják szülöttei lesznek a lúzerek? Nem néztem meg. Nem tudjuk a lúzerek. Nem akarom nekik... Nem lehetne átmenni Kosnak erre az évre. De hát, ahogy Sobert nevet is lehet szerezni. Az se könnyű. Szeretnék Kos lenni. De várjál, van köztünk olyan, aki a belső bölcsességéből merít, és ő a Zita. Na. Zita idéz valakit, a doktor Buda Lászlót. Igen. Idézi a Zita, és azt mondja, Zita új évre, mint új évi üzenet, hogy sokan kívánják egymásnak, teljesüljön minden vágyal az új esztendőben. Az alapján, amit az emberi lélekről megtanultam ez idáig, ezt nem ajánlom. Inkább azt kívánom magunknak az új évre, egy, ismerjük meg mélyebben vágyaink természetét és forrását, kettő, fedezzük fel és gyengéden eresszük szélnek a legmélyebb vágyaink megvalósulásának útjában álló belső félelmeket, ragaszkodásokat, tanult mintákat, szabotáló erőket. Engedjük, hogy egy nagyobb, bölcsebb erő gondoskodjon arról, hogyan váljon valóra mindaz, amit az első két pont után fennmaradt a szűrőn. Hát ezt én a Norbiét jobban értettem. Ezt én sem értem. De ez egyébként sokkal a hihetőbb és valósabb és jobb. Köszönöm. Mert már elnézést, de a Norbi ez egy klisé. Tehát, hogy amikor ilyen pozitív üzeneteket dobálsz, hogy minden sikerülni fog, minden vágya teljesül. Hát ez kell. Ez nem jöhet létre. Hát ez soha nem jöhet létre. Akkor jöjjön létre az, hogy vizsgálja meg a vágyaimat, hát ha mégsem akarom annyira? Hát és akkor reálisan juthatsz el oda, hogy ez majd megvalósul. De hát akkor egy szomorú életem lesz, hogyha az Zita mentén megyek. Nem, csak azt gondolom, hogy nem hiszem, tudni hogy kell. Az szomorú. Tehát tudni kell azt, hogy amire vágyunk, az reális-e. Így van. Tehát, hogy a képességeink megfelelnek el annak nem a pont az a motiváló, hogy olyat vágyjunk, ami elérhetetlennek tűnik, és megdolgozzunk azért? Figyelj, én elmennék a Réka órájára, és 20 perc után kiköpném a tüdőmet. Tehát, hogy hiába vágyom rá, hogy ugribugrizzak egy órán keresztül. Szerintem ez pont egy rossz példa. Jó, odáig el lehet élni, érni, igen. De a harmadik alkalommal már eljutná. A kettő között lehet szerintem az igazság. Az ha én arra a gondolatmenetre ébredtem volna egyszer gyermekkoromban, hogy én az NBA-ben akarok kosarazni, hát mennyi az esélye annak? Mennyi lett volna az esélye? És képzeld, hogy beleőrültem volna ebbe a vágyba, és ezt akartam volna mindenféleképpen megvalósítani. Most pont emlékezz vissza, Norbival beszélgetünk pár nap előtt, még kint voltak Tájföldön, és hívott a kis Norbival kapcsolatban, hogy ő az olimpiára szeretne kijutni. És talán itt az adásban veled is beszélgetünk erről, hogy hát ennek azért a realitása kicsi. Tehát, hogy inkább meg kéne vizsgálni azt, hogy a benne lévő lehetőségek, képességek, az előtte álló még megfelelő karrier mit tesz lehetővé, és azt kitűzni célul.
Mert hogyha valami olyan nagyot tűzöl ki célként, mert az embernek a vágyai általában sokkal nagyobbak, mint a képességek. Most kezdem érteni Zsitát, ahogy te beszélsz. Igen. A Google fordító nagyon nagy szerepet játszanak a vágyak, nem? Tehát, hogy amikor az ember elkezd... A reálisan elérhető vágyakról beszélsz. Hát ugye... azért kell felülvizsgálni. Ha, így van. Jó. Hát figyelj, én amikor 14 éves voltam, és 104 kiló, ott adtam 9-ben a névlakásba, sose hittem volna, hogy 104 kilósan egy ország leszek a fitness gurúja. Akkor te azt mondod, ellentétben Kokóval, hogy egy olyan vágyat tűztél ki magad elé, ami irreális volt. Az. És te irreálisnak láttad, de belevágtál. És sikerült. De mire akkor már megfogalmaztad, hogy te az ország legnagyobb fitness gurúja szeretnél? Nem, 16 évesen elfogytam. Tűzoltó szerettél volna lenni, nem megkaptam? Nem, megkezdtem órákat tartani már a szakképiskolában a lányoknak, és imádtam órát tartani, főleg a lányokat szerettem instruálni. És igazából ez az úton maradtam, és tudtam azt, hogy többre fogom vinni, mint a többi aerobik edző. Tehát volt bennem egy hit, volt egy nagy arcom, amit azért voltam előre, és bejött. Bejött, voltak azért be mélypontok, meg vannak is mélypontok, de alapvetően én azt gondolom, hogy Kokónak igaza van az olimpiai dologban, bár egyébként... Mondom azt úgy, hogy az van rám írva, hogy megcsinálom. Megcsinálom, tehát, de abszolút igaza van. Amit kell megcsinálni, azt mondta Kokó a telefonban, hogy Novikával sem lehet magyar bajnok, neki ez a célja első körben. Majd onnan, hogy lesz-e tovább, nem tudom. Na, és akkor itt van, mint újévi üzenet, még Rékánk, aki viszont hajlandó volt megvizsgálni a saját vágyait, és ezt a tanulságot osztotta meg. Ültem a nappaliban, és vizsgáltam a saját vágyait. Nem, ez nem a nappaliban volt, drágám, ez a hegyen volt. Azt mondta Réka, legyőztem magam azzal, hogy nem akartam legyőzni magam, ma nem. Nekem ez feladat. Mert valahogy ez diktálja a világ. Győzd le magad, feszegesd a határaid. Én rettegek a magasságtól, ez egy síelés alkalmával derült ki. Fent a hegyen borzalmas volt. Sosem tapasztaltam korábban ilyen félelmet. Úgy érkeztem ide, hogy már pedig én akkor is bármi áron megteszem és leküzdöm a félelmemet, beiratkoztam sísuliba. De ahogy nézem a hegyet innen lentről, már is elfog a rettegés. Azt gondoltam, hogy a mai nap lesz, amikor majd beszámolok a hőstettemről, hogy igen, megcsináltam, leküzdöttem, de nem. Nem csináltam meg. Magamat küzdöttem le. A bizonyíthatnékomat. Ez is valami. Tudomásul veszem, hogy ez nem megy. Másnak igen, sokaknak igen, nekem nem, most nem, még nem. Ő Réka. Ez tök jó. De hogyha meg tud barátkozni azzal a gondolattal, hogy valamire nem képes, az sokkal nagyobb pozitív történet az ő életében, mint hogyha egy életen át ezért küzdeni, hogy egyszer meg lecsúszson. Engedd el nyugodtan. Sem, itt lent a földön tök jó, nem kell oda fölmenni a hegyre. Azért próbálkoztam meg újra, mert a kislányom, a kicsike most először sielt. És szerettem volna, ha azt látja, hogy ez egy természetes dolog. És a férjem nagyon rendes volt, mert egy nagyon helyes, 20 éves, 2 méter magas svéd síoktató szemben, hogy inspiráljon. Elmondta figyelmet szerintem. Nagyon inspiráló volt, de hát ettől még... Szóval az van, hogy azt kell tudomásul vennem, hogy vannak dolgok, amikre nincsen hatásom. És ez nagyon ijesztő. De és nem, hogyha visszatér... Mert közül meg nagyon-nagyon vágynék arra, tehát nekem ez tetszik ez a sport, és nem vagyok tök béna. Nem, az a probléma. De az alacsonyabb dombokon is lehet. Volt egy olyan probléma, hogy te a gyereknek akartad megmutatni, hogy anya aztán, hogy letép a hegyen. Nem, a tanulást, hogy ez nem ciki fölvenni, ja, a sílécet. És... Jó, és mikor jöttél rá? Tehát ezt lent voltál, vagy már fenn a hegyen? Tehát a... Először, életemben először. Nem, ez a pillanat, amit leírtál itt. Lent, abszolút lent. Tehát a nyakadban a 38 euró síbérlet, és... 38 hol van olyan 38 euró? Nem tudom, mennyi a síbérlet? Már 100. De az egy hétre? Nem, egy napra. Egy napra? 78 100 euró síbérlet. Természetesen 3 napra kibéreltük a sícucot, ahogy kell. És Olaf a svéd síedző, és ki volt fizetve, az még egy 120 euró. Hát igen, de van, nem csak, de igen. Na, és akkor szartál be, amikor ránéztél a hegyre?
lentről fel. Igazából tök igazad van, mert az a legrosszabb, amikor fentről lenézel, engem is kikényszerítettek ilyenre, mint téged. Hát azért ijedtem meg, mert lentről felnéztem, és azt láttam, hogy itt dől rám a hegy, és akkor tudtam, hogy ezt nekem nem szabad. Ráadásul legalább 3 embert hoztak le aznap a mentők, és akkor azt gondoltam, hogy én inkább nem kockáztatok. Éreztem a térdeimet is, végül is nem vagyok már túl fiatal, azt gondoltam, hogy ez... Fias, ijeléshez kell az ember egy kamikáze szellem, ugyanis az ember, ha tériszonya van, és ott lenéz a lejtőn, és a síjekhez csúszni, akkor hát helyez a súlyodat. Mert így nem akarsz lecsúszni. És elkezdett folytatódik az oktatásod. Figyelj, én jöttem már le pályán Huekébe, mint a szarógalam körülbelül, mert annyira, annyira a sebesség meg a magasság, szóval ezt nem tudom uralni. Rá kell dőlni a mélységre, és akkor tudsz irányítani. Hát tényleg, na mindegy, szóval naívan másnap fölmentem a lányokkal, meg a férjemen, és a két fiúval, aki velünk volt a csúcsra, hogy ők majd önnel lesíjenek, én meg a lányokkal lejövök a síliften. Az is egy megoldás. De az lefelé is volt. Hát... Jó, nem, ez a tér, ez a merjünk gyávák lenni, ami egy teljesen oké dolog, nekem is egyébként valóra tetszik. Nem, ez nem erről, hogy merjünk gyáváknak lenni. Hát szerinted miről szól? Hát a határainkat arról, ismerjük, hogy ne legyen... és ott engedjük el, hogyha igen, ez már túlmegy a határon. Ez a gyávaság. Nem bánt, hogy ezt mondja bocsi, mert tulajdonképpen azért van egy kis bullshitelés ebben, amit én leírtam, mert valójában tényleg az van, hogy ezzel most megmagyarázom az én gyávaságomat. De, ha nem, úgy tetszik... Nem, hogy én ugrottam ejtőernyővel, volt 320 meccsem, tehát nehéz azt mondani, hogy én gyáva vagyok. De most így 50 fölött, amikor elmegyünk egy vidámparkba, én most már nem a legkeményebb attrakciót szúrom ki magamnak, hanem maradok így a szoftoson, mert nem esik jól az a fajta félelem, ami akkor jelentkezik, amikor húz fölfelé a... Az a fajta vakmerőség, az a kamikázeség, igen, amit de, a de ez nem gyávaság. És ők, amikkel voltunk kint a Gardalandbe Larával, meg gyerekekkel, és van egy tornádó nevű... Igen, a szlóg a lábad lefelé. A szörnyű. Nekem volt egy olyan történetem... Én nekem de ez nem gyávaság. Nekem is volt egy történetem. Én ugye, amikor elkezdtem repülni, és már megvolt a szakszolgálatém, és akkor a Schwabi Andrist mondtam, hogy elviszem repülni. És akkor Budaörsön felszálltunk, ketten, én vezettem nyilván, és az volt a tervem, hogy elrepülünk Esztergom felé, át a Dunán, Dunakeszi, vagy micsoda, és akkor vissza a pesti oldalon, akkor hármas határhegy, vissza a Budaörs. Ez volt, hogy felszálltunk, mentünk már ilyen 5 percet, és egyre rosszabb volt a látás. Pedig az időjárás jelentés az jó volt. Egyre rosszabb volt a látás, és akkor én úgy döntöttem, és mondtam az Andrisnak először, aki mellettem volt, hogy figyú, nem látunk nagyon jól, mert ez GPS-en van, én visszafordulok és leszállok Budaörsön. És jelentettem, hogy akkor én visszafordulok és leszállok Budaörsön, és én akkor úgy éreztem magam, mint egy tök gyáva srác. Nem. Én egy pilóta vagyok, és képzeljétek el, csak leszálltam, ott a pilóták nyilván hallották a rádiózást, meg minden, és odajöttek és gratuláltak, hogy ez egy jó döntés. Ez felelősség volt. Egyébként. Igen. De ebben tényleg az is benne van, hogy színésznőként nem kockáztathatom például azt, hogy lesérüljek. És hogy miután nem vagyok ura a helyzetnek, már pedig nem vagyok ura, és ezt be kell látnom, akkor én magamat is veszélyeztetem, és egyébként másokat is. És hogy valóban kell egy ilyen félelem nélküliség, vagy hogy... Tehát, vakmerőség ahhoz, hogy az ember ezeket... A félelem most lehet, hogy az is egy rossz szó, de mondjuk az nem egy motiváló erő, hogy azt leküzdjük. A sport az nem arról szól, hogy leküzdjük magunkat és akár a félelmeinket is. Most... De hogyha alkalmas vagy rá, erről beszélek. Tehát hogyha mentálisan, fizikálisan alkalmas vagy a feladat megoldására, akkor ezt meg tudod tenni. Bármelyik hiányzik, akkor felesleges nekivágni, mert akkor csak kudarc lett a vége. Hát ugye arról beszélünk, hogy most itt mind a négyen, mind az öten megvalósítottuk önmagunkat, és valószínűleg lényegesen többet értünk el a pályafutásunk alatt, az életünk alatt, mint amit mondjuk egy 10 éves korunkban kinéztek volna belőlünk. Tehát nem mondhatjuk mi azt, hogy ne csináld, meg még én senkit nem akarok elriasztani attól, hogy ne vágjunk neki, de hogy mérje fel a körülményeket, amik körülveszik, mérje fel a lehetőségeit, a belső lehetőségeit, a mentális erejét, a fizikai erejét, és ahhoz megfelelő célokat tűzzön ki. Pont nem is tudom, a jónak lenni jóban beszélgettem a magyar űrhajósok, és ugye arról beszélünk, hogy minden gyerek űrhajós akar lenni, és eddig az országból kettőnek sikerült. Pedig minden gyerek az akart lenni, de szerencsére időben abba hagyták ezt az álmodozást, mert űrhajósból viszonylag kevésre van szükség. Olimpiai bajnok is viszonylag nagyon kevés, 180 valány olimpiai bajnoki aranyérmünk van, tehát az a sok százezer vagy sok millió sportoló, aki elkezdte azt az álmát, hogy ő olimpiai bajnok lesz, abból talán ha 200-300 embernek sikerült. Norbi, te például, bocs. Zita? Nem, akartam mesélni egy sztorit, képzeljétek, hogy én viszont nekem sikerült egyetlen egyszer így legyőzni egy ilyen félelmemet, és kiderült, hogy élvezem.
Mert hogy én se ülök fel, semmilyen hullámvasútra nem vagyok hajlandó, főleg a kicsinek a születése óta, egyszerűen attól rosszul vagyok, hogyha föl kell mennem egy lifttel. Viszont elmentem velük tavaly nyáron Disneylandbe. A nagyok 10 évet vártak rá, hogy akkor így szépen kerek legyen a történet, és azt mondtam nekik, hogy oké, akkor anya most vagány lesz, amit akartok, amit kinéztek nekem, én abba be fogok ülni. És egy ilyen 15 emeletnyi magas lift, ahol sötétség van, és így zuhan, és össze-vissza megy. És néha kinyílik az ajtót, és egy ilyen horror kislány megjelenik, hogy hello! Tehát ilyen nagyon durva, és közben így beszól, hogy ne csinálj fényképeket, úgyse lesz rá időd, ho-ho-ho, és már zuhansz is tovább. És kiderült, képzeljétek el ezáltal, hogy én valójában a hullámvasúton azt utálom, hogy látom a mélységet. És ez, hogy sötétbe be voltam zárva egy liftbe, ami zuhant, meg fölment, meg vissza, baromira akkor élveztem. Akkor sötétben fogok sírni. Nem látom, nem fáj. Koko, az a helyzet, hogy mi ketten maradtunk olyanok, akik nem üzentünk semmit, akkor válasszunk. Neked melyik motiváló üzenet az, amit úgy leginkább megfogadnál a három közül 2024-re? Van itt ugye a kosos üzenet, van a merjünk gyávák lenni a Rékától, és a figyeld a belső hangodat, és a vágyaidat szűrd meg rendesen. Ráfagyom az első döntést, és a maradék kettőből meg majd dobj ide nekem egyet, valahogy el vagyok. Enyém a kosos, és neked adjak egyet? Uh-huh. Szerintem te zitás vagy. Szerintem 2020, nem. 2020, nem? Nem. Én azt gondolom, hogy... De nem nekem kéne kívánnom valamit 2024-re? Akkor léci, kívánj valamit 2024-re. Jó estét kívánok! Ez a legjobb kívánság most erre a pár percre, ami egy kis szünet lesz, és jövünk vissza, egy picit pénzügyezünk. Itt először is van egy kis statisztikánk arra vonatkozóan, hogy a magyar gyerekek mennyi pénzzel rendelkeznek, milyen jövedelmük van, erre van egy konkrét számunk. Nyilván a zseppénzt érinti ez, de nem feltétlenül. És van még egy példánk arra, hogy felnőtt gyerekek milyen ajándékokat adnak karácsonyra a szülőknek, és szerintem erről is tudunk majd beszélgetni. Egy pár perc szünet, a reklám, és utána jövünk vissza. Itt is vagyunk, folytatjuk egy pénzügyi témát, ígértem. Itt van Farkasházi Réka, Görög Zita, Koko és Sóbert Norbi. Képzeljétek el, egy nagyon érdekes kutatás került így elénk. Magyarországon a 14 és 18 évesek 94%-ának, tehát majdnem 100, van valamilyen jövedelme. Azok a fiatalok, akik zseppénzzel rendelkeznek, azok átlagosan 22.000 forintot kapnak havonta. Ez egy nagyon komoly szám, mert 2018-ban még ez 2 és 5 ezer forint között volt, most már 22 ezer forintot kapnak 14-18 év közötti fiatalok, 94%-a. És a zseppénz az egy nagyon komoly téma. Ezt gondolom, minden szülőnek egyébként különböző véleménye van erről. Még mielőtt arról beszélünk, hogy ti hogyan kezelitek a gyerekeiteket, azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy amikor ti gyerekek voltatok, hogyan szereztetek pénzt? Locsolkodtunk. Dolgoztunk, locsolkodtunk. Ez jó volt, egy névváltoztatás is, csak úgy emlékeztetek. Én dolgoztam. Hány éves korodban emlékszel? 14 és 18 között én minden nyáron dolgoztam. És az volt az egyet? Itt az Aegis gyógyszergyárba, hol voltam? Három helyen dolgoztam a három nyáron. Az volt az egyetlen bevétel, zseppénzt nem kaptál? Akkor még nem, és aztán utána olyan 17-18 éves koromban kaptam egy picit a nagymamámtól. Hm. Ez rendszeres volt, vagy néha egy odadugott egy ötszeres? Nem, rendszeresen. Ez rendszeres volt. Aha. Az utolsó évben. Én is dolgoztam. Az első filmemet 16 évesen forgattam, és már 14 évesen színdarabokban játszottam, és akkor abban... És abban azért kaptál pénzt? Igen. És abból valósítottad meg a vágyaidat? Óriási vágyaim voltak nekem ott vidéken, Ceglében. Elképesztő vágyaim nem voltak. Nem te mentél a lengyel piacra Barbie-ért? A lengyel piacon az első melegítőmet kaptam, amivel elindultam Budapestre a kollégiumba. Emlékszel rá, de aranyos vagy. Igen. Barbit soha nem kaptam, csak nem ilyen béna utánzatot. A hamis Barbit. Jenny. De azt kaptad, Sisi. Nem vetted. Igen. Zseppénzt kaptál-e? A nagypapámtól kaptam mindig pénzt. Azért tudtam feljönni Pestre is, ő fizette a tandíjat. Édes. Nálatok volt-e zseppénz? Nálunk nem volt zseppénz. Én szavoltam ugye esküvőkön. Pénzért?
Pénzért. Kislányként? Ilyen 12-től már, igen. 800 forint a Salgótarjánban. Én csak névadókon. 800 forint? Tényleg? Az komoly névadókon. Igen. 500-zal kezdtem, és akkor utána 800 forintra emelték. És a Salgótarjánban híre volt annak, hogy a Zita szívesen szaval esküvőkön. Hát én jártam ugye a versmondó versenyekre, és akkor onnan mindig, aki első helyezett lett, azt meghívták. De a hírharangot is hordtam ki hajnalban. Tehát én sok mindent csináltam utána, meki, mit tudom én itt-ottam ott. Norbi? Én 14-es korom még mondom locsolkodtam. Nem volt mindig húsvét. De ajt locsolkodtam ezt a húsvétkor. De októberben is? Nem. Húsvétkor, 8-es korom elkezdtem locsolkodni. És ez kitartott egész évre? Ki? Figyelj, összelocsoltam egy húsvétkor, 2-3 000 forintot. Hát akkor ment idegenekhez is. Persze. Becsöngettünk mindenhova. Mondtad, hogy horvát Sobert. Vértartó szánt az ekejártásnél, locsolhatok, ez volt a mondandó. Mindenki, adtak 50-100 forintot, volt 2-3 000 forintom, egy évig be tudtam osztani. 14-es koromban viszont elkezdtem melózni, nyári szünetben, mezsepénzt nem kaptam otthonról, és elmentem kertésznek a Margit-szigetre, és ott jöttem rá, hogy nekem tovább kell tanulnom, mert hát nagyon... Hát nem voltak túl bonyolultak a munkatársak, és hát most így finom fogalmazva. Most sem egyébként. Igen. Már a mostani munkatársai vagy a kertészek? És a mostani Margit-szigeti kertész munkatársak. Utána lefogytam, 15 éves koromban meg elmentem fagyjárusnak, és elkezdtem hízolni a közönséget kezdtem hízolni, akit le kell fogyasztani, a népet hízoltam el. Tudod, igényt eltettem a fogyásra, úgyhogy fagyit mértem 2 éven keresztül nyáron, nagyon jó kerestem be, sok volt a jatt, a fagyi meg olcsó volt, és utána meg már rendőr voltam. De bocsáss meg, beszélünk arról, hogy zseppénz, a mi, és most a két lányt kivéve, a mi gyermekkorunkban még nem volt szükség pénzre, meg zseppénzre, mert nem is nagyon tudtad mire költeni. Tehát, hogy én konkrétan emlékszem, hogy amikor az első pénzemet megkerestem 14 évesen, mit lehetett abból akkor venni? Nem, de most komolyan. Én értem, amit mondasz, igazad van. Csak nem volt. Hogy mi miért vagyunk, miért, mi? Mert lényegesen fiatalabbak vagyunk. De. Hát mi 50 felettiek vagyunk. Igen, bőven, így van. Bőven. És abban a korban egyébként a kokónak igaza van, tehát most mit tudom, volt egy... Venni. Felesleges volt, hogy például... Honnan szereztem pénzt? Hát a telefonfülkéknél, képzeljétek, hogy ott mindig lejtették az 5-10 forintosokat. Na látod, hogy mennyivel idősebbek vagyunk, mert nálunk még ilyen tantusz volt, meg 2 forint. Igen. Mennyi volt a fagyi, amikor árultad? 3,50. Nem mondta, hogy te emlékszel. Én nem, 1,50 volt a Lefkovics, nem tudom. Nem emlékszem, 1,50 volt. Rárultam a fagyit, hát egyszerűen 3,50 volt a fagyi, meg kell tanulni számolni 3,50, nem volt egyszerűen meg tanulni 3,50-en szorozni. És... Szerintem. Ennyi fiatal embert itt összehozott. Igen, abszolút. Na, most, hát ugye akkor ez egy, ahogy így kiveszem a szavaitokból, ez egy relatív nélkülözés volt a ti gyerekkorotok, most relatíve jó módban élünk mindannyian. Most ti gondolom, hogy más elvek alapján juttattok a gyerek. De a Réka mondott valamit, Norbi. Azt mondta, hogy Zalán fiatok lényegében nálatok otthon fizetést kap, mert egyrészt ő vágja a Réka videóit, másrészt a jó jegyekért is kap pénzt. Így van. Igen. Na most rengeteg szülő azt mondja, itt nyilván összevitatkozik mindenki, hogy hát azért a zseppénz az ne így kell, házi munkáért ne adjunk pénzt, mert az kell, hogy a családnak egy ugye, része legyen, hogy mindenki valamit csinál, ne úgy legyen, hogy fizetés adunk. Alapvetően most, hogy ti szülőként hogy gondoljátok, hogy alanyi jogon ingyen pénz járjon a gyereknek, zseppénzként, vagy a melóért kapjon pénzt? A munkát kell megszerettetni. Tehát azért kell a gyereket a munkáért pénzzel jutalmazni, hogy megértse azt, hogy ahhoz, hogy pénzzel legyen, ahhoz melót kell betenni mindenbe az életbe. Sportszergyártó cégeket csinálják Bangladesbe. Igen. Képzeljétek el, hogy én ezzel egyáltalán nem értek egyet, viszont tegnap úgy betelt nálam a pohár, hogy a fiamnak azt mondtam, hogy ha nem porszívozza ki sürgősen a szobáját, biztos nem adok fodrászra pénzt. Hát akkor gyakorlatilag ez egy ilyen... Most már kell, mert nekem most jelenleg egy másfél és egy 6 éves gyermekem van, tehát a két nagyról már nem beszélek, mert akkor azt még az előző feleségem intézte, de most elmentek fel kell arra készülnöm, hogy 10 éves korában neki pénzt kell majd adnom? Hát, minek? Miért? Nem, nálunk is ez egy pár éve kezdődött, ugye nekem a nagyok 15-17 évesek, és én inkább azt csinálom, hogy arra adok nekik pénzt például, hogy bevásároljanak. Tehát, hogy lássák azt, hogy mi mennyibe kerül, hogy tisztában legyenek azzal is, hogy minek mi az értéke. De nekik saját költésre nem adsz pénzt?
Mert a Kokó azt kérdezi, minek? Hogyha elmennek, mit tudom, jégkorcsolyázni, és akkor legyen náluk valamennyi, hogy még megegyenek egy lángost, ilyenekre igen. De arra, hogy ő gyűjtsön valamire, amiből utána vesz egy nem tudom én micsodát, tehát nekik nincs 600 ezres iPhone-juk, meg nincs 100 ezres cipőjük. De lehet, hogy szeretne egy biciklit, meg... egy Nike cipőt, valamit, és akkor azt nyilván, ha nem kapja meg születésnapjára, ő szeretne gyűjteni, de tehát a pénzzel való... De azok hogyha jól sikerül a bizonyítvány, vagy az érettség, vagy mit tudom, akkor megvan az e-roller, nem tudom ki mire vágyik, ki igen, csak a válaszom, mert te kérdezted. Pontosan az, hogy megtanuljon bánni a pénzzel. A spórolás, a gyűjtés, a esetleg nem elpazarolás, elszórása. Emlékeztek gyermekkorunkban a bélyegre, a takaré Én ebben nagyon következetlen vagyok, azt hiszem. Meg egyébként sem vagyok egy ilyen nagyon könyvből felkészült, tudatos szülő, inkább ösztönös. És aztán majd kiderül, hogy jól csináltuk-e vagy sem. Nálunk nincsen havi zseppénz, vagy heti, egyáltalán nem gondolom, hogy azzal lehetne a tanú, vagy a munkára szoktatni a gyereket, hogyha mondjuk azért fizetek neki, hogy kiviszi a szemetet, mert tök jó lenne, hogyha a család részének érezné magát, és természetes lenne a kivinni. Ettől még nem viszik ki természetesen. De néha már vannak. De például most a lányom azt mondta, hogy ők úgy gondolták a szerelmével, hogyha vasárnap vagy szombaton elmegyünk a férjemmel vacsorázni, akkor ők vigyáznak a kicsire. Mennyire? És akkor nem, tehát hogy nincs mellette, hogy ebben az a lényeg, hogy magától jött egy ilyen, én példamutatásban hiszek, de az sem ilyen álszent módon, hanem az ember úgy ér. Én a másik oldalon vagyok. Őrületes mennyiséget dolgozunk a férjemmel, és tudják, hogy csak azért lehet bármit elérni, hogyha az ember dolgozik, meg beszélgetünk róla. Egyébként én csináltattam nekik bankkártyát, amikor már lehetett, hogy biztonságban legyenek bármilyen helyzetben. Tehát, hogy... Jó, ez rendben van, de én a pénzzel való bánás, én azért, és én a Norbiét tartom. Tehát én például, amikor a lányom elmosogatott, akkor én adtam neki, nem tudom, 500 forintot. És a lányom anyukája nagyon helytelenítette ezt. És én azt mondtam, hogy én ezt, amikor én Németországban éltem, és akkor ugye ott más gyerek is kapott a házi munkáját pénzt, ezért én is, amikor lemostam apám autóját, akkor azért kértem két márkát, egy mosogatásért 50 feniget. Ezért én fizettem, nem vicc, 500 forintot, a lányomnak már elmosogatott. És akkor annyira büszke volt arra. És elmondtam, hogy én azért fizetek neki, mert, amit te is mondtál, nagyon fontosnak tartom, hogy a munkának van értéke. És ha te dolgozol bármikor az életben, annak van ellenértéke, azt meg kell, hogy kapd, az neked jár. Nincs ingyen munka. És akár családban is, és volt kedve hozzá, és csinálta, és akkor de mondta, hogy milyen melót... Milyen melót tudok még neki adni, igen. Aztán kitaláltam egy 2000-es melót is, és... És utána te mesét olvastanak, és visszavetted az 5 kilót. Egyébként, bocsánat, nem, nem, ő elkezdte gyűjtögetni, és kérdezni, és nézni, hogy ebből kijön-e ez, vagy az a vágya, amit egyébként megvenne a játékboltban. Tehát pontosan ez a fajta gazdasági gondolkodás, ez elindult. Majd veszek leckéket tőled. Nem. Én nagyon szívesen adok leckéket. Mennyiért? Eszembe jutott a nagyapám, hogy én fantasztikusan édes ember volt, rettenetesen sokat káromkodott, mindig mérges volt, és gyűjtögette a kis ágya alatt a pénzt. És azt gondoltuk, hogy nagyon-nagyon sok pénz, de természetesen nem, mert mindig mindent odaadott nekünk. És amikor a szüleim fiatal házasok voltak, akkor mindenért pénzt kért. Tehát, ha elfogyott apukám cigije, adott neki, dupla pénzért, természetesen. Ha nem akartak elmosogatni, ő elmosogatott helyettük, természetesen, ha fizettek neki. Ha késtek, és ugye akkor még zárni kellett a kapukat, és le kellett menni, azért is pénzt kellett adniuk. És képzeljétek, hogy amikor az első új lakásukat megvették a szüleim, akkor a nagypapám egy ilyen dobozba odaadta azt a sok pénzt, amit elvett tőlük, de mert édes. Ő azt összegyűjtött, és abból bútorozta be a lakást. De édes! Ez egy nagy tapsot neki. Köszönöm szépen! A legidősebb fiam, aki most már lassan 30 éves, ő még nagyon gyerekkorában, amikor ugye a 14-15 éves korában a gimnáziumban összejött egy nagyon jó csapattal, akkor kitaláltak egy olyan modult, ugye az oktatási rendszerben ez nincs benne, az volt a neve, hogy PAD, pénzügyi alapok diákoknak. Mert ő akkor rádöbbent, hogy itt gyakorlatilag úgy mennek ki az életbe az emberek, és hogyha gimnáziumot végzett, akkor talán még nem, de a szakiskolákban teljesen egyértelműen fogalmuk sincs sem különböző banktechnikákról, a fogalmuk nincs egy pénzügyi jövőértékről, a kamatszámításról, a THM jelentéséről, és az egész, tehát hogy úgy, és ezek láttuk
itt az elmúlt 10-20 évben nagyon sok, problémát jelentett az országnak, hogy nincsenek felkészülve az emberek, sőt, hát a nálunk idősebb generáció pedig nem is volt soha felkészülve, hiszen kapta a fizetést, és levonták belőle mindent, tehát az adózástól kezdve csomó mindenre, és ők összeraktak egy 10 modulból álló oktató anyagot a saját nyelvükön, a tizenévesek nyelvén, amit aztán sajnos nem fejlesztettek tovább, de egy baromi fontos dolog lenne a tizenéveseket megtanítani arra, hogy mit jelent a pénznek a jelenlegi értéke, a jövőbeni értéke, hogy lehet ezzel gazdálkodni, hogyan kell valóban spórolni, mivel érdemes foglalkozni, tehát egy csomó mindent meg kéne tanulni és tanítani a gyerekeknek, amelynek talán fontosabb annál, mint hogy most, mit tudom én, hol bányásznak bauxitot az országban, amit nekünk tanítottunk. De aztán van az a helyzet, amikor az ember rákényszerül arra, hogy megtanulja. Én 18 évesen fölkerültem Budapestre, és tulajdonképpen a nagypapámtól kaptam havi 2000, heti 2000 forint zseppénzt, ebből próbáltam 5 napig megélni Budapesten. Természetesen kaptam kaját otthonról, tehát azt hoztam föl, mert ezért 2000 forint az nagyon kevés pénz volt még akkor is. De hogy... 10 éve? Jaj, de kedves vagy. Na, szóval, hogy aztán egyszer csak megtanultam, hogy hogyan kell beosztani, vagy hogy elkezdtem dolgozni, és abban hiszek, hogy majd a gyerekeim is egyszer csak majd rájönnek arra, hogy... Én csak azzal hogy nem működik? Értek egyet egyébként, hogy a házi munkáért, vagy a jegyeikért. Tehát inkább én arra szeretném őket ösztönözni, hogy tök jó, tehát a kicsi például ugrál a kanapén, és akkor amikor porszívózok, hogy nem hallja a mesét, és akkor leállok, és akkor mondom neki, hogy szívem, köszönd meg, hogy tisztaságban élhetsz. Tehát, hogy inkább az legyen egy ilyen termény. Nem, ez nem keménység, az leülök, mert sose kértem hálát azért, hogy nem, tisztaságban nem, él a gyereke. Nem. Hanem azt szerintem, hogy neki igénye legyen arra, hogy tisztaság legyen körülötte, tehát, hogy ne egy 500 forint, sok minden természetesen ezt most. Jó, oké, de azért mondom, hogy két álláspont van. Most képzeljétek el, hogyha nagyon jól csináltunk mindent, akkor akár az is előfordulhat, amit ennél ha jól tudom, amerikai családnál. Az történt ugyanis, hogy Abigail Oviedo, Illinoisból, igen, azt találta ki, hogy idén karácsonyra a szüleinek, ő egy felnőtt, a szüleinek ad valamit, amire nagyon-nagyon régen vágytak. Amik talán gyerekkorukban vágytak, és ez egy beszélgetésből derült ki. A szülők elmondták, hogy ők mindig irigyelték azokat, az apuka azt, hogy például gyereket, akinek volt ez a Coca-Cola kamionja. Az anyuka meg az, hogy neki sose volt, hogy ő neki mindig ilyen játék babasütővel, játék konyhával, csak a barátnőjének a konyhájával játszhatott, neki olyan soha nem volt. Nézzétek meg ezt a videót! Ez milyen cuki. Nagyon meghatott. Gyerekek. Na, először is nektek mi volt az, ami nekik a Coca-Cola kamion és az a konyha, az a gyerekkori vágyatok, amit soha nem kaptatok meg? Mit soha? Nekem volt. Tehát nekem a pedálos Moszkvics. Az. Más is, mert úgy elvágtam mindenkinek a kezét, mert ilyen hát fiú, én azt úgy irigyeltem, soha nem kaptam meg. Ma már néztem az eBay-en, vagy nem tudom hol, azt hiszem 300 ezer forint körül van egy jó állapotú. Ez a kis izé. Az a kis izé, annak ilyen elemet lehetett beletenni, és akkor két reflektorja is világított, ilyen azt zöld volt, és izé. És egy borzasztó, ilyen pici pedál volt. Pici, hát kokó, megnőttünk. De... Te nőttél meg. És... Én még növésben vagyok. Egy ember van, aki nálam is alakul. Nem. Szóval... Beszólt a horvát. Aki Bauer. Szóval nekem például ez jutott eszembe, hogy az nagyon nagy vágya volt. Most ha megkapnám, akkor lehet, hogy én is meghatódnék. Magamnak nem veszem meg 300 forintért, a lányom meg valószínűleg nem tudja ezt a vágyat. De biztos, hogy nektek is volt valami ilyesmi. Hát próbáltam ezzel segíteni. Nekem a Barbie volt, és aztán azt tényleg nem tudjátok elképzelni. Jó, most nem hatódnék meg ennyire, kapnék egy Barbie-t, mert 40 darab van otthon nyilván a két lány után. És ez is azért van, mert hogy én nem tudtam megkapni, és ezért természetesen mindent megvettem nekik, amit nem szép dolog, nem szabad utánozni. Nekem a kutya volt. Kutya? Kutya, aha. Hát mi laktunk ebbe a bérlakásba, ugye? És hát ott nem volt divat lakásban kutyát tartani, és én értem, hogy mindig egy kutya volt. És 13
3 éves koromban egy ember anyámnak a boltjába, volt anyámnak egy szívzárjavító boltja, beadott egy kőknémet juhász kutyát, 3 hetes volt a kutya, mert az anyját lelőtték. És elkezdtem szoptatni, vettem tápszert, cumisüveget, és elkezdtem szoptatni a kiskutyát. Jó van, Zita, hát... Nem úgy te. Annyira vicces a Norbi, hogy mindig behoz velem ilyen, tehát egy agyonüti azt, hogy lelőtték az anyját. Drámaival így agyon cseszi a sztorit, és akkor utána még jobban így, de igen, figyelek. Na, így van. És meg volt a kiskutyám, imádtam, és egy éves koráig volt nálam, akkor már egy szép nagy kutya volt, szobatiszta is volt, és egyszer jöttem haza a suliból, és nem volt a kutya otthon. Mm. És anyám elajándékozta. Nem volt ő rossz szívű, de... Főtány is! Micsoda? Jó! Szépek vagytok. Ez tényleg, ez most... Zita, ne haragudj, de komolyan. Ez nekem kellene. Norbi, ne haragudj, az Zita nevében kérek. És mi lett a vége? Kaptál másikat? Nem. Sajnos nem. Tehát... Tetszik neki. Ezt nem hiszem el. Na jó, ez legjobb. Ez biztos, ez a legjobb rész. Igen. Na mindegy, a kutyát azt elajándékozta, és... De megindokolta, hogy miért? Hát azért, mert túlnő a kutya, hatat végig a suliba, ott ugat a lakás, be van zárva, igaza volt anyának egyébként. És egy sok évig jártam még egy kettes házba gondozni a kutyát nyáron, mert mint bérmunkás nyáron gondozhattam a kutyát az új családnál, de utána az első kutyámat a Rékától kaptam, és az 16 évig velünk is élt. Szóval nekem a kutya volt a nagyvágyam egész életemben. De nyugtass meg, hogy egy teljesen átlagos kutya volt. Tehát, hogy nem lőtték le az anyját. Igen. Nem kellett szokni. Nem volt semmi. Nem, az általános kutya volt. Okay. Uha, nehéz így tovább menni, Zitán, akkor te jössz. Iszok egy kis vizet. De gyerekkorodban nem ihattál? Nekem anyukám varrónő volt. És én mindig arra a török susogós melegítőre vágtam, ami a többieknek volt. De nekem anyám mindig mindent megvart, de nyilván én nem azt szerettem volna, amit ő megvart nekem, hanem amivel a többiek is járnak. Úgyhogy a susogós melegítő, de ami a milyen melegítő? Emlékszel a színére, melyik márka volt? Megkaptam a susogós melegítő. Lehet, hogy az volt egyébként. Mondom, Szerzetekini, láttak benne. Lila-narancssárga susogós volt. Viszont a legszebb karácsonyi ajándék, amit anyukámiktól kaptam, az egy táblafehér csoki volt. Mert hogy én ilyen iszonyú csokoládé rajongó vagyok a mai napig, és arra nagyon vágytam, és egyszer az volt ott a falat. Nyilván 3 perc alatt faltam be az egészet, tehát hogy így abban sem tudtam szépen beosztó lenni. Kokó, neked eszedbe jutott? Nekem... Semmi? Egyetlen egy dolog volt, de az nem egy tárgy, vagy nem egy ajándék, hanem én nagyon gyerekkoromtól rengeteget olvastam, és 10 éves koromtól én szerettem volna eljutni külföldre. Tehát amiről én olvastam, meg amit úgy látni, nem láttam. Bárhova, vagy... Nem, hát azért nem csak a Delfinkönyvben, azért van más is. Ha a Lolka és Bolkát olvasod, akkor lengyel nem, de oda. Például oda, igen. Megnézni Loleket és Boleket. Hogy igen. Lolek i Bolek. És igen. Akartam menni víz alatt, tenger alatt járóval, és írtam a Dévényi Tibi bácsinak. Neki van tengel alatt járója. Azt tudod, hogy azok ott előre megtervezettek voltak, tehát az tudom, hiába írtál. Nem igaz, az én osztálytársamnak teljesítették a kívánságát, hogy ki akart jutni Londonba. Tenger alatt járóval. Nem, és aztán egyszer találkoztam... Hát akkor nekem is írni kellett volna. Találkoztam egy sztori gálán, de ezt elmeséltem nektek? Szerintem elmeséltem már, nem? De nekem még... Nem tudom még. Szóval, hogy egy sztori gálán elmeséltem ezt a sztorit, hogy ez micsoda nagy élmény volt nekünk, hogy teljesítette az osztálytársunk kívánságát, és kivitte Londonba, és ez fantasztikus, és nézte percekig az arcomat, a Rózsa Gyuri. Lehet, hogy neki halálkodtam. Úgy csak a vidéki telefonálás hasonlóak egyébként. Gyerekek! Nekem az volt a vágyam, hogy én eljussak külföldre, és mivel a család nem tudta ezt megvalósítani, nekem a sport hozta meg, és 16 évesen életem első külföldi útja Észak-Koreába vezetett, ahol lehúztam 3 hetet, csak azt mondtam, hogy én soha többet nem akarok külföldre menni. Olyan
repüléssel mentünk, hogy Budapest-Moszkva, Moszkvában repteret cseréltünk, tehát Seremetyevóról átdobott egy jó óra, onnan. Ezek ugye két nagy reptér van, Seremetyevó és azt hiszem Dobodetyebó, vagy nem tudom mi a neve. Nem a Fennyáni, az még úgy ment, hogy Moszkva, Irkutszk, Habarovszk, Tyumen, és utána, tehát egy olyan 5 vagy 6 átszállással, a végén már volt állóhely is a gépen, megszálltak föl. Most azt lehet, hogy nem, tényleg komolyan volt, a Habarovszk-Tyumen útvonalon volt állóhely, és jöttek föl a hatalmas Bárizsnyák csirkével, luddal, mindennel, és akkor nagy nehezen megérkeztünk egy olyan, nem is tudom, 40 órányi utazás után Fönnyánkba, akkor kiderült, hogy hetente csak egy járat van, és nekünk még 5 napunk volt a verseny kezdetéig, egy hétig tartott a verseny, és még egy hetet kint kellett maradni, tehát 3 hétig voltunk Észak-Koreába. Soha többet nem akartam utazni. Te most jutott valami eszembe. Te tönkretetted a lánybúcsúmat. Ezzel a Fennyáni úttal? Nem. Képzeld el, hogy a lánybúcsúm napján volt 2001-ben. Igen. Valami nagy, nem tudom, hogy milyen nagy meccsed volt, amit elvesztettél, és néztük élőben, mert rettenetesen szurkoltunk neked, és hát miután kikaptál... Bár ott lettem volna a lánybúcsúra. Na most tudod, ki mentette meg a hangulatot? Csonka Bandil volt a meglepetés vendég. De jó volt. Képzeljétek el, még ajándékozás gyerek szülőnek, Cristiano Ronaldo édesanyja Dolores. Dolores most 69 éves, december 31-én töltötte be, és Ronaldo csinált egy pazar partit, és utána anyukát kivitte a garázsba, és ott állt egy masnival átkötve, nézzétek meg, egy Porsche Cayenne. Mi kell egy 69 éves, hogy ne? Hát ezt akartam én is kérdezni. Jó ötlete egy öreg asszonynak... Jó! Jó ötlete egy öreg asszonynak egy Porsche-t adni. Kikötöd az erbeget. Mi van? Ez komolyan. Megint ott tartunk, ugye, mi az, hogy öreg asszonynak 69 éves? Mi az, hogy öreg asszonynak 69 éves fiatal asszonynak? 69 éves fiatal asszonynak. Jó ötlete. Jó. Figyelj, akkor... ha tőle örökölte a genetikáját, amivel ez a csávó rendelkezik, hogy soha nem sérül, soha semmi baja nincsen, akkor szerintem az anyja is még 10 évig simán elfurikázik vele. De ne papucsba vezessem, ez értem, de miért nem jó egy Dacia Duster, egy barna? De nem azért, mert smuccig a Ronaldo, hanem mert tök mindegy. Mert miért lenne mindegy? Mert mit csinálsz egy Porsche-val? Hát lehet, hogy neki gyerekkori álma volt a Porsche Cayenne. A Porsche Cayenne? Hát miért nem? Megelőzte is, mint egy meghazudtolta a korát. Az még nem volt akkor az ő gyerekkorában? Nem, akkor még csak 9-11-esek voltak az ő gyerekkorában, de mindegy. Jó, akkor... 9-24-es. Mi volt? Ja, 9-24-es, igen. Ha a ti gyereketek az egyik iszonyat gazdag lenne, de ilyen Elon Musk magasságú gazdagság. Legyen így. Legyen így van. Lenne, és szülinapodra kivezet a garázsba, és ott áll egy Dacia Duster. Nem örülnék. Ezt akarom kérdezni, akkor szóvá tennétek? Kokó, te, mint öreg nagypapa, nem tudom, 82 évesen, és ott áll, most jó, ez egy szimbolikus a Dacia Duster. Szerintem fogalmam nem lesz 82 évesen. Bár írjam meg azt a kódot. Mi ez, fiam? Jó, de... Értem a kérdés lényegét, de ez szerintem tehát ilyen nem fordul elő. Tehát azért az emberek a gyermekükkel vannak olyan harmóniában, hogy megbeszél, nem is azt megbeszéljük, hogy mit vesznek a játékba, de nem... Tudjuk, hogy mire vágyik. Persze, a másik. Igen. Mint Dolores a Cayenne-re. Biztos, hogy tudta. De most mi a baj? Tehát, hogy ő megteheti. De honnan tudod, hogy nem furikáztak egy pár nappal előtte, és nem mondta azt pont Dolores, hogy nézd, milyen szép az az autó. Irigyled, ha csak nem, Cayenne. Igen. A Ronaldo az anyjának a születésnapjára vett 10 000 forint egy csokor rózsát. Mert Ronaldónak ez a Cayenne annyiba kerül, mint neked 10 000 forint. Tehát annyit keres Ronaldo, hogy... Én nem irigylem. Csak azt mondom, hogy figyelj, miért lehet volna neki egy ilyen Cayenne-t? Szép autó, biztonságos, erős is. De most gondold el, hogyha egy Dacia-t vett volna neki, akkor most azért mutogatjuk a képet, hogy nézd már, Ronaldo, tele van pénze, és egy Dacia-t ad az anyjának karácsonyra. Tényleg nem tudjuk ennek a hátterét, hogy mennyire meglepetés volt ez számára. Lehet, hogy tényleg a hölgy... Lehet, hogy most kaptál a jogosítványt. Emlékszel pont az utolsó adásodban, vagy a közös adásban volt egy Romániában egy hölgy, aki... De onnan volt ez a Dacia Duster, igen. 70 éves korában lakta a jogosítványt, tehát lehet, hogy Dolores mindig is vágyott egy autóra, de nem volt jogosítványa, most lerakta a jogosítványt, és pont sétálgattak ott valahol, éppen nem is a Dubájban él, vagy talán most... Riadban. Riadban, igen.
és akkor ott sétálgattak, és látott egy ilyen autót, és arra ezt mondta Dolores, hogy nézze, milyen szép az az autó. Na, beszéljünk még egy picit a gyerekekről, karácsonyi ajándék, amikor a gyerekek elkezdenek felnőni, nyilván akkor ők is elkezdenek karácsonyi ajándékokat adni. Nagyon sokszor fordul az elő, hogy aztán jön anyának egy illatgyertya, apának egy téli zokni és egy kesztyű, tehát ez a gyakorlatilag... Te is ezt kaptál. A ti gyerekeitek igyekeznek olyat adni, aminek ti valóban örültök? Igen. Igen. Tehát, mi egy bolcsert kaptunk egy koktélbárba. Egy bolcsert egy koktélbárba? Nagyon menő. Okay. Ez nekem tetszik. Én kaptam egy anyataxi feliratot, mert hogy ezt rendszeresen leültetem a gyerekeimet. Este, tehát amikor 11-kor még kitalálja a fiam, hogy akkor hogy van a holnapi edzése, és hogy jön, megy, és mikor kell majd érte mennem. És akkor szoktam mondani, amikor jön felfelé, hogy már az anyatitkárság bezárt, holnap majd le lehet adni az igényeket. Ha pedig nincs szabad autó, akkor fel lehet sétálni a hegyre. Úgyhogy kénytelenek voltak megtanulni azt, hogy könyörgöm, időben szóljatok, mert nekem is van programom, és akkor úgy... Ez az anyataxi, akkor ez egy humoros ajándék. Ez egy humoros ajándék, ez egy, tudjuk, hogy anya tintázik, ezért tintanyú. Ez, tehát egy hasznos ajándék, Norbi. És tintázok. Úgyhogy a lányomtól kaptam két nagy proszekkós poharat, rá volt írva, hogy főnök úr és főnök asszony. Így, ezt kaptam. A fiamtól, meg Tájföldön kaptam karácsonyi ajándékot, vett nekem egy jó boxkesztyűt, egy 12 unciásat vett, egy tájboxkesztyűt, ilyen szép mintásat, az egy 12-es, mert abban lehet küzdeni, mert lehet zsákolni is. És mind a kettő egy tök jó találó ajándék szerintem. Koko, neked? Én a legidősebb fiamtól kaptam egy gyönyörű órát, de tényleg nagyon szépet, ez a francia szíjas kazak órát, és a másiktól, a Geritől pedig kaptam egy óratartót. Úgyhogy ők valószínűleg összebeszéltek, és akkor most így megvan oldva. Hát és a 6 éves gyermekemtől, az anyámtól megkaptam egy rajzot. Igen, az a legjobb. Én is egy festményt kaptam a lányomtól. Amit ő... Igen. Jó, tegyük fel, olyan ajándékot kaptok, amit nem értetek. Tehát mondjuk Koko, mondjuk te kapnál egy felnőtt gyermekettől, mondjuk egy ízét, nem egy kertésznadrágot és egy hátra csatolható ilyen permetezőt. És kibontod, van-e kérdésed, vagy próbálsz örülni? Hát felhívnám a figyelmét, hogy gyógyszerre ne ígyjon soha. Mert ilyen következményei vannak. Értem. Rékám, te kapnál, a nagyobbik fiat Benji, ugye? Benny, elnézést. Bennytől kapnál egy galvanizáló szettet. Ami nem rossz, mi utána néztünk. De szentes... De most szentes tudom, te van, tehát, hogy te próbálod a család... Nem galvanizáló. Nagyon szégyenem, de nem tudom, mire használhatnám. A galvanizáló szett. Igen. Azzal tudsz dolgokat krómozni, vagy ezüsttel bevonni, vagy arannyal, attól függ, milyen oldattal csinálod. Hasznos, igen. Hát figyelj, megtalálnám a módját, bedobnám a csere csoportba. Nem, nagyon örülnék neki. Számmel beletettétek a dobozba, gyerekek? De érted, nem, tehát akkor nem játszanád meg azt, hogy hú, de örülsz. Biztos, hogy nagyon röhögnék. Na, gyerekek, húha, már itt tartunk? Itt. Értem. Azt mondja a szerkesztőség, hogy vagy Pataki, vagy Diaz. Pataki, Diaz. Pataki? Pataki. Pataki? Diaz? A Diaz az izgalmasabb téma. Oké, az izgalmasabb a Diaz? Jó, akkor jövünk vissza a Cameron Diazzal és az izgalmas témával a reklámítás. Már itt is vagyunk, és mivel egy picit túldumáltuk az előző részt, ezért választanunk kellett, és ti választottatok, nem Patakit akartátok, hanem Cameron Diaz. Ez nagyon ki van csücskösítve így, tehát, hogy... Ja, ugye nem, megkapja más majd a Patakit jövő héten. Ati, én téged akartam, Ati, én akartam. Lent a hűtő szóval, nehéz feljön. Cameron Diaz 51 éves már, én gyönyörű, én nagyon szeretem őt. Fiatalság, boronság. Igen, igen. De ő is szétműtette a fejét egy kicsit. Melyik az? Melyik, igen.
Szóval képzeljétek, egy ilyen podcastban vendégeskedett, ahol az egészségtudatos életmód volt a fő téma, és az egyik műsorvezető ott elárulta, hogy az ő férje igen hangosan horkol, tehát hogy nem jó vele együtt aludni, és akkor erre Cameron Diaz azt felelte, hogy szerinte normalizálni kéne, hogy a pároknak külön hálószobája legyen. És itt most idézném őt, azt mondja, hogy saját részemről azt mondanám, hogy van egy házam, és neked is van egy sajátod. Aztán van egy családi házunk középen, megyek, és a saját szobámban alszom. Tehát van egy saját hálószobája a közös házban is. Te pedig a tiédben. Én meg vagyok. Ez de szar. És van egy hálunk középen, tehát a középső házban van egy háló is középen, ahol aztán összejöttünk, hogyha van rá igény. Jó, hát jöjjön egy kicsit Magyarországra, hogy ezt hogy lehetne itthon megvalósítani. Össze kell nyitni a gang folyosó. Három lakást. Na, egyébként én nagyon sokszor beszéltem már erről a témáról másokkal, párkapcsolatban, stb. És ez a jaj, hogy lehet külön aludni, mindig ez szokott lenni, többnyire a reakció. Ti egyébként hogy vagytok el? Ezt nézzük azt, hogy mi az előnye az együttalvásnak. Minden. Minden? Minden. Réket kérdezted már erről? Mi akkor, Norbi? Hát mi a jó az együttalvásban? Az a jó, hogy... Már nem biztos, hogy akarjuk tudni. Te gondolsz, de az is megvan egyébként. De alapvetően az a jó, hogy az ember úgy alszik el, hogy a pályát magához öleli, kis kifli, nagy kifli, befúrom az orrom a hátába, érzem a bőrének az illatát. Nem tudom, hogy hát ez az első 10 perc. Aztán neki az horkolni, és véget. Nem, amúgy nem horkolok, és szerintem tök jó, hogy együtt ébredünk. A kávét ágyba viszem 22 éve, reggel az első, hogy a kávét viszem az ágyba. Szóval nem tudom elképzelni azt, hogy két napot külön aludjunk egymástól. Wow. Tehát volt, hogy elment külföldön Réka forgatni egy ilyen hülye műsorba, és jó, hát szar műsor volt, hát igen, az volt, és hazajött, és megbónultam, olyan szarul éreztem magam Réka nélkül otthon. Tehát én szeretem azt, hogy ott alszik, igen, összebújunk reggel, viszem a kávét. Abszolút. Nem tudom elképzelni, hogyha van egy feleségem, hogy ne együtt aludjunk, külön szoba, külön emelet, külön. Hát akkor semmi értem az egésznek. A házastársak, tehát hogy a házban vagyunk társak, hát, nem, neked is van egy házad, meg nekem is van egy házad. Az is házastárs, sőt, három házunk van. Akkor csak lakótársak. De ebben nem értek egyet, mi együtt alszunk, bár mondjuk közöttünk alszik a kicsi. De hogy azért vannak olyan idősebb párok, akik egyébként nagyon nagy szeretetben élnek, de nekik már komfortosabb, hogyha külön hálószobában alszanak, és ebből még ugyanúgy megvan a vonzalom, a szerelem, a minden. Tehát hogy szerintem nem kell, nem ördögtől való, hogyha mondjuk egy pár 40 év után azt mondja, hogy szerintem költözünk külön hálószobában, néha össze lehet persze bújni, vagy nem tudom. Jó, hát erről szól, hát ez most nyilván nem, több a pénz. A alvási szokások azért nagyban befolyásolják, hogy mekkora élmény valakivel együtt aludni. Tehát ugye tényleg, hogyha olyan szinten horkol valaki, akkor a legnagyobb szerelem sem elegendő ok arra, hogy én ne aludjak egy percig sem, tehát ez teljesen természetes. Nem csak a horkolás nálunk, például most az a helyzet, hogy mi másfél éve nagyjából lassan hogy külön alszunk, és nem akaratlan, az van, hogy én elaltatom a kicsi csak úgy hajlandó a saját ágyában aludni, hogyha megvárom, amíg elalszik. Uh-huh. Ez ilyen 9:30. De 9-kor nekem már leragadnak a szemeim, annyira fáradt vagyok, de ő még beszéljünk a plüssökkel, még a Filfi kutya, meg a többiek. És akkor a Zsolti lefekszik aludni, mert ő is korán kell, és mire én felpörgök, mire kijövök az altatásból. Tehát vagy bealszom vele, vagy mire kiérek, addigra nem tudok elaludni, akkor olvasok még egy kicsit, mire bemegyek mondjuk éjfél, aztán a kicsi hajnali 3-kor kivándorol, és akkor a Zsolti beáll a hálószobába, apa jöhetsz, várlak. És akkor ők a kanapén folytatják. Tehát, hogy ilyen két-három órákat töltünk. Ilyen rotációba alszotok. Folyamatosan, már megőrülünk mind a ketten az egész helyzettől, és azon gondolkodunk, hogy na, nálunk ezért alszik eleve a Tamara velünk, és akkor nincs. Igen, de amikor meg velünk aludt, az meg borzasztó kényelmetlen volt. Én utálok középen aludni. Annyira utálok középen. Ez az, hogy sem erre nem... Én kecskebékába alszom, tehát szóval. Jó, de van a párotoknak akár bármilyen, tehát amit mondasz, hogy valaki szeret tévé mellett elaludni, vagy olvasni még, pedig te már alszol, hogy korábban kell, vagy éjjel ki megy pisilni. Tehát azért vannak olyanok, amiket nagyon meg tudják bolygatni az éjszakát. Nálunk nagyon más a bioritmus, tehát a Bence nagyon sokáig olvas éjszaka, de hogy ettől még nem tudom, én is nagyon szeretek vele aludni, vagy ébredni, vagy, de
de hogy igen, kezd eltérni a bioritmusunk, ezt érzékelem. Tehát akkor még te végezheted, mint Diaz. Hát, hogyha lesz három házunk. Jó, jó, van az anyagiakról még beszélünk. Az nem lehet egyébként, Norbi, te vagy a leg, és ugye nem mindenki alhat Rékával, hogy... Csak én! Hogy az nem lehet az, hogy a folytonos közelség a szexuális életre gyilkosan hat? Tehát, hogy hát nem. Látod, ott van mindig az idomok előtted, meg tudod fogni, rá tudsz ütni, vagy nem tudom, vagy oda tudod, alig tudod... Most, hogy így elképzeled magad elég, miközben ezeket csinálod? Nem volt meg az arca. Csak a testeid. Csak a test. Tehát, hogy, de értitek, hogy mire gondolok. Tehát az, hogy az állandó közeli testiség, vagy stb., és nem az olykori, hogy az esetleg lohasztó lehet. Hát a Réka alkata az nem lohasztó, tehát 22 éve. Lohasztó. Nem lohasztó. Azt mondta, igen? Lohasztó, mondtam. Mint mit értettél? Errel értette, de kivárjuk a Rékát. Okay. A Rékát. Na igen? Nem, én imádom a testét, az illatát, én úgy, hogy kívánom. Az tehát nem más. Lenne a Réka izgalmasabb, ha csak... ilyen pár naponta láthatnád a bájait. Szerdánként. Igen? Nem tudom elképzelni. Nem lenne jobban kiéhezve? Hát de, lehet, hogy ide is kijöjj kiéhezve naponta, szóval. Jó. Én ezt már nem akarom hallgatni. Ezek szerint prűd vagyok. Nem baj, majd beleviszlek ebbe is. A gyerekek, ha lenne hollywoodi anyagi forrásaink, akkor, és nem számít, hogy hány házat, stb. Akkor ezt alkalmaznátok, ezt, vagy fontolóra vennétek ezt a nem. Cameron Diaz félét? Nem. Én nem is szeretek. Nekünk még külön takarónk sincs. Nekünk egy nagy van. De miért? Mert akkor én elfordulok az enyémmel, akkor lejön róla, vagy de elfordul. De hát a nagy, az nagy. Micsoda? Semmi, ne elvettek, csak mert... Igen, semmi. Tehát azt akarja a Kokó mondani, hogy egy takaró alatt egy légtér van. Igen. És néha jó a légtereket elzárni egymástól. Ezt akarta mondani. És nem elég csak szellőztetni. Igen. De hát nálatok ti viszitek körbe a légteret alkázzon, ugye? Gyerekek, ha együtt alszol egy 5 évesen, akkor mindent hozzá vagy szoktok. Most tényleg. Édesem, tudjátok, hogy Réka elkezd sírni, ő sír végig. Adjatok egy zsebit. De hogyha ott asszik veletek a gyermek, akkor azért... Nem ennyi benne a részletek. De nem, akkor egy csomó dolog azért nehezebb. A fürdőszoba is tud romantikus hely lenni. Figyelj, egy 3 gyerekes házas pár rendkívül kreatív tud lenni. Csak ennyit szeretnék mondani. 4 gyerek. Akkor nézzünk konkrét példákat, jó? A mi életünkből? Nem, én összehozok nektek életeket. Jó, Zita. Tegyük fel... Most jött fel a paprava. Nézzük meg ezt a Diaz módszert. Tehát tegyük fel, a Norbi lenne a párod, oké? Okay? Szentendrén van neked is egy házad, a Norbinak is egy háza. És a közös házlányom egy Leányfalu, nincs olyan messze. Oké. Azt meséld el, hogy hogyan adnád, Norbi ott van az ő szentendrén, tehát saját szentendrén. Hogyan adnád a Norbi tudtára, hogy szeretné vele találkozni a közös házban? Üzennék a Rékával. Jó. Sas hívja verebet. Kokó. Találkozunk. Igen. Kokó, a Réka a te párod. Igen. És... Üzennék a Norbi. Ne nézz rám, meg közöttük úgyis... Majd úgyis fogsz, de úgyis fekszik közöttünk valaki, tehát nincs semmi. A ti közös házatok mondjuk Becsésen van. Oda... Miért volt Becsésen? Mert az... Jó lesz az! Már kinéztem a házat. Mondd a pontos címet is, ha már kinéztem. És megbeszélitek, hogy szombaton találkoztok a közös házban. Te előbb érkezel, te már elhelyezkedsz a párnán, meg minden, és Réka is megérkezik, de ő nem megy a közös ház... Ez egy forgatókönyv, amit olvasod? Ez egy film kezdete, és te fogod befejezni.
Tehát megbeszélítik a izét, te már ott elhemperegsz, és a Réka elmegy a saját hálójába, és onnan üzen neked, hogy sajnos fáj a feje. Kezdjük a nélkül. Hogy töltöd az időt vasárnapig? Melyik napon érkeztünk? Szombaton. Ez egy hosszú este lesz. Szerintem felhívja az Itát. Szóljon a Rékának. Na jó, gyerekek, köszönöm szépen, nem akarom ezt folytatni, mert látom mindenkit a prüdéria utolért. Remek volt veletek, köszönöm, hogy itt voltatok. Farkasházi Réka. Görög Zita. Kovács Kokó István. És Sóbert Norbi. De miért, hol legyen a közös ház? Hollywoodban. Nekem Bad Gastein-ben is, ez most jó volt. Legyen ott egy. Nem fogsz odaérni Hollywoodban. Köszönöm még egyszer. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra jutó éjszakát.